Megérkeztek a tankönyvek a Sátoralja új Kazinci Ferenc általános iskolába. A diákok szeptember 1-én az évnyitót követően kapják meg a tankönyvcsomagokat osztályfőnökeiktől. Tavasszal felmértük azt, hogy ki az, aki igényel új tankönyvet, mert ugye, akinek testvére uh, után maradt használható tankönyv, akkor azoknak nem kell megvenni, és uh, a tankönyvtámogatás rendje nem változott ebben az évben, tehát az, ugyanazok a, a szülők jogosultak a tankönyvtámogatásra, akik az elmúlt évben nincs, tehát a három vagy több gyerekes e, családok, azok, akik valamilyen e, sérüléssel barulnak, tehát érzékszervi testi sérő, sérültek, illetve e, akik gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, ők azok, akik térítésmentesen jutnak hozzá a tankönyvhöz. Ezen tanulók az elmúlt évekhez hasonlóan részben új, részben pedig tartós tankönyveket kapnak az iskolától, amit kapunk ingyen tankönyvre és amit ebből a támogatásból veszünk, annak a 25%-át kell, hogy a könyvtárba bevételezzük, és tartós tankönyvként használjuk. Általában ezek nyelvkönyvek, illetve olyan tankönyvek, amelybe nem kell írni, nem úgynevezett nem munkatankönyvek, és több éven keresztül lehet használni. Atlaszok és többnyire felsős könyvek. Az oktatást segíti majd azon 30 darab interaktív tábla is szeptembertől, melyeknek felszerelése még most zajlik az anyaiskolában és tagintézményeiben. A modern oktatási eszközökre az iskola fenntartója nyert támogatást a társadalmi infrastruktúra operatív programtól. 6-7 tábla jut egy telephelyre, mikóházán négy aktív táblát szerelnek, illetve már fel is szerelték, ott jelentős tartalmi megújulást fog jelenteni, és tényleg amire hivatottak, hogy a jövőnek neveljük, tanítjuk a gyerekeket, ők nem fognak kimaradni semmi olyan, fejlesztés jelentette eszközből, tehát nem szevednek semmi olyan hátrányt, ami esetleg egy nagyobb városban, fővárosban tanuló gyereknek természetes, tehát itt is természetes lesz az, hogy van aktív tábla, tudjuk használni, óráról órára, ezek egy elég praktikus hanggal felszerelt táblák. Ezen túl szeptembertől minden kazincis diáknak saját az iskola nevét tartalmazó pólója is lesz.